Sziasztok! Véget ért az alapszakasz, így megvannak a sorsolások, és így változik a mostani videó menete is egy kicsit, kicsit hosszabb lesz. Ugyanis az értékelésnél nem csak a tippjeimet, de a szezon előtti videómat is értékelem, mennyire találtam el a rájátszásba jutókat, és mennyire sikerültek a bold prediction valamint megtippelem a playoff menetét. De mielőtt megnéznénk a meglepetéseket, nézzük meg a Hamlin sérülés utóéletét. Az NFL úgy határozott, hogy a mérkőzést meg nem történté teszik, így a két csapat egy-egy mérkőzéssel kevesebbet játszik, így megfosztották a Bills csapatát a lehetséges pihenőhéttől. És így, ha a konferencia döntőben találkozik a Chiefs és a Bills, akkor a semleges helyszínen rendezik. Időközben kiderült, hogy a semleges helyszín Atlanta lesz. Tehát két nyitott stadionnal rendelkező csapatot beküldenek egy arénába. Viszont a döntéssel a Bengals biztosította a csoportgyőzelmet. Az, hogy ez mennyire jó döntés, az mindenkinek a saját véleménye de szerencsére a játékos jól van, és már nézte is csapata mérkőzését a hétvégén, valamint haza is engedték a kórházból. Ezután pedig nézzük az eheti meglepetéseket. Ridder megszerezte NFL karrierje első és második touchdown passzát a szezon utolsó mérkőzésén, aminek már semmilyen jelentősége sem volt egyik csapat számára sem. És ez főleg a tampán látszott, hiszen nem erőltették meg magukat, és olyan játékosok kaptak lehetőséget, mint Kyle Trask vagy Keson Vaughn. Előbbi az utolsó negyedben mutatkozott be, míg utóbbi mindössze 3,2 jardos átlaggal tudott futni. Azért Brady és első számú helyettesek Gabbert is kiosztott egy-egy touchdown paszt. A másik oldalon viszont Ridder mellett másik két újonc is kiemelkedett és csapatrekordot döntött. Tyler Alger 135 yardot futott a mérkőzés során, és összesen 1035 yardal zárta az idényt, ezzel megdöntve a rekordot az újoncok között a csapatban. Drake London pedig 6 elkapással 120 yardot szerzett, ami nem sokkal kevesebb, mint a teljes tampai elkapósor teljesítménye, és így 72 elkapással zárta a szezont, ami szintén rekord az újoncokat tekintve. Szerintem a jövőkép igen jónak tűnik a Falconsnál, főleg ha Ridder is beleszokik az nfl -be. Minden poszton van egy tehetséges fiataljuk a támadósorban, az idei drafton pedig lehet a védelemre koncentrálni. A buccaneers pedig sikerült negatív mérleggel becsúszni a rájátszásba, amire nem igazán lehetnek büszkék, és rögtön az erősnek tűnő Dallasiakat fogadhatják. Mit csinált a Texans ezen a mérkőzésen? A legvégén szerzett egy touchdown és egy pontos hátrányban azzal a tudattal, hogy a döntetlen a biztos egy per egyet jelenti, az extra pont helyett rámentek a két pontosra, és megcsinálták. Ezzel megnyerték a meccset, és elbukták az egy per egyet. Mondjuk az idei draft class elnézve, nem látok egyenlőre túl sok különbséget Young és Stroud között, így sokat nem vesztettek, valamelyik biztosan náluk köt ki. De hogy a macik mit kezdenek az első helyjel? Én biztosan jó drágán eladnám valakinek. De ez egy másik történet. Davis Mills azonban nem szeretné elengedni a kezdő pozíciót, és most az utolsó lehetőségén szerette volna ezt megmutatni, és nem játszott rosszul. Nem bíznám rá a franchise-omat, de cserének bárhol jó lehet. Három touchdown is kiosztott, de a két interceptionje mellett volt még két kockázatos dobása, így a szerencsének is köszönheti, hogy nem lett több. A futások Pierce kiválása óta nem igazán működnek, ez most is így volt, de legalább Cooks jó játszik, és sajnos pont ma olvastam, hogy nem szeretne egy újjáépülő csapat tagja lenni. Mellette pedig két Titan vitte a Primet, és Akins ráadásul két touchdown is szerzett. A Coltsnál visszatért Élinger a kezdőbe, hiszen nem tud rosszabb lenni az elődjeinél, és sikeresen bebiztosította a top 5-ös választást a drafton. Talán a csapat üde színfoltja Moss örült legjobban Taylor kiválásának, akit ma sem tudtak tartani, és a 114 yardja mellé futott is egy touchdown -t. Az elkapásoknál pedig a csapat másik futója Dion Jackson segítkezett és 75 yardal segítette az előrehaladást. Ez az idény mindkét csapat számára felejthető lesz, de amíg a Texans mindenki ezt várta, addig a kolcot magasabban rangsorolták, és én is a csoport élére tettem őket. De hát, ilyen az NFL. Én nem tudom, hogy milyen vudu folyik Pittsburgh városában, de hatásos, az már biztos. Ugyanis a csapat ismét megcsinálta a pozitív szezon. Nem sokan gondolták ezt a szezon elején, de a vezetőség időben váltotta le Trubiskit, így Pikitnek volt ideje visszahozni a csapatot, és egészen a legvégéig még a playoff esély is megvolt. Szép teljesítmény ez az újonctól. És persze, nagy segítsége volt ebben Pikins, akivel megvolt a kapcsolat, és ez most is egy touchdownban csúcsosodott ki. Az irányító hét touchdownjából négyszer is az újonc társát találta meg. Mellettük Najee Harris is újra próbálkozgatott, de a 3,7 yardos átlag ismét nem a legjobb mutató, és volt egy elejtett labdája is. A másik oldalon azonban ott van Watson, akiért nagyon sokat fizettek, mégsem tudta azt nyújtani, amit talán sokan elvártak. És kiállok a mellett a véleményem mellett, hogy Brissettel az idény vége máshogy alakult volna. Az irányító hiába dobott két hatpontost, a két interceptionja után mindkétszer pontokat szerzett a Steelers, így elment az esélye annak, hogy ne a csoport utolsójaként zárjanak. Pedig a nyáron még Cooper is áttette a székhelyét Clevelandbe, így a keret adott volt egy jobb eredményre, de valami nem állt össze idén, és ezt több helyen is láthattuk. Chubb összesen 122 yardot haladt előre, mindent figyelembe véve, és Cooper két elkapással mellé rakott 51 yardja sem rossz. És őket általában ki tudja egészíteni Joku és Peoples Jones. Előbbi még touchdown-t is szerzett de ez most kevésnek bizonyult. Azért azt még kiemelném, hogy Derek Watt megszerezte karrierje második hat pontosát, beérve testvérét JJ-t. A Brownsnak a nyáron van mind gondolkodnia, hiszen ki kell találni, hogy mi okozta a csalódás keltő szezont, míg a Steelers szerintem jövőre már újra tényező lesz a csoportban. Mi történik akkor, ha egy teljesen jelentéktelen meccsen nem pihenteted a kezdőidet, mikor megtehetnéd? Hát megsérülnek. A Charger szerencséje, hogy nem lettek komolyabb kiesők, de Mike Williams hiánya érzékeny veszteség lenne a rájátszásban. De az is lehet, hogy nem akartak kiesni a ritmusból, és ezért játszottak mindenkit. Minden esetre Herbert ismét jó volt, hiszen kettő touchdown pass is összejött neki a 273 yardja mellé, a negyedik negyedben beálló Daniel pedig dobott még egyet a 25 yardja mellé, ami szintén nem rossz teljesítmény. Ekeler most visszafogta magát, hiszen összesen 70 yardot szerzett csak touchdown nélkül, de Ellen a hátára vette a többieket, és a két elkapott touchdownjával, valamint 102 yardjával meccsben tartotta a csapatát. A másik oldalon pedig meglátszik a változás az edzői stábban, hiszen Wilson elkezdett jó játszani, és a 283 yardja mellé dobott három touchdown is erre utal. És Judy mit művelt? Karrierje legtöbb elkapott jargyát szerezve meg sem állt 154-ig, és ehhez összesen 5 elkapásra volt szüksége. Kár, hogy a háromból egy touchdown pass sem szállt felé, de így is egy szép statisztika. Mellette pedig Murray volt a földön megállíthatatlan, és a 103 yardja mellett ő neki a 6 pontos is összejött. A Chargers a rájátszásban Jacksonville-be utazhat, és meg is van az esély a továbbjutásra, míg a Broncos a holt szezonban újra gondolhatja, hogy hogyan épít ütőképes csapatot Wilson köré. A Dallasiak bár lehetett volna jelentősége a párharcnak, nem nagyon erőltették meg magukat, és ez meg is látszott a végeredményen. Washingtonban bemutatkozhatott végre az idén draftolt irányító Sam Howell, és nem volt olyan rossz első mérkőzése szerintem. Az interceptionje nem bosszulta meg magát, és előtte McLaurinnak már kiosztott egy pontost, és ő maga is szerzett egyet ezután. És a harmadik negyed végén volt egy szép 52 yardos passza is. Mellette pedig az újonc Datson is ismét remek teljesítmény nyújtott, és a szezon során szerzett 7 TD-jére büszke lehet majd. A földön is ment a játék a Dallasi védelem ellen, és Patterson 78 yardja nagy segítség volt csapatának. Bezzeg a Cowboys oldalán ez nem nagyon sikerült, és senki sem jutott 20 yard fölé, és Prescottról pedig inkább ne is beszéljünk. Megszerezte a szezonbeli 15. interceptionjét, amivel ugyanannyival zárt, mint Davis Mills, és vezetik is a ligát a vonatkozó mutatókban. És csak gondoljunk bele, hogy az a Derek Carr lett aki több touchdown és kevesebb interception dobott. Ki érti ezt? Legalább Lemnek ki tudott osztani egy 6 pontost, de az extra pont már kimaradt. A Washingtoni győzelemmel az NFC iszlet az egyetlen csoport az NFL-ben, ahol nem végzett egyetlen csapat sem negatív mérleggel, és hárman is bekerültek a rájátszás küzdelmeibe. Nem mellesleg láttam fantáziát a csapatban, és tudatos építkezéssel ebből több is lehet jövőre. A Dallasra pedig ráfér a pihenés, mielőtt Bredék ellen pályára lép, és ha Prescott így játszik, akkor könnyen gyorsan véget érhet a szezon. A meglepetések után nézzük meg, hogy melyik meccsek alakultak úgy, ahogyan vártam. A Chiefs nem pihentethetett, hiszen ezen a mérkőzésen a pihenőhét múlott, és ennek megfelelően a Raiders-en is átgázoltak. A Las Vegasiakra így várhat a pihenés és a fejtörés, hogy mi legyen a kerettel, hiszen Adams állítólag beleszólás szeretne az irányító helyzetbe, és kar maradása sem biztos. Pedig Stidem szerintem semmivel sem jobb, sőt. Az előző mérkőzéshez hasonlóan most is Interception dobott a touchdownja mellé. Viszont a lábon végzett munkája becsülendő, hiszen túlfutott a csapattársát Jacobsot. Azt a Josh Jacobsot, aki a szezonban a legtöbb yardot szerezte a földön. Az elkapóknál megint edemszitte hátán a csapatot, hiszen 5 elkapással 73 yardot szerzett, és mellette pedig a touchdown jegyző Renfro is besegített 63-mal. De a támadások nagy részében én nem láttam az átütő erőt, így a szezonzárásuk is olyan volt, mint a szezonjuk egészében. Olyan semmilyen. Bezzeg Mahomes hozta a maga biztos játékot, a helyzeteket megoldott a lábon is. Sokkal többre pedig nem is volt szüksége. A csapat legjobb futója ismét pacsékó lett a maga 64 yardjával és touchdownjával, viszont nem ő kapta a legtöbb lehetőséget, hanem Ronald Jones, aki amikor ideigazolt, gondolom nem ilyen szezonra számított. De csak nem zárt a 6 pontos nélkül az alapszakaszt. Viszont volt egy igen vicces, trükkös játék, amiután Tony is szerzett egy touchdown -t. a Chiefs a győzelemmel elnyerte a pihenőhetet, a Raiders pedig rápihenhet a draftra. Nem sokan hittek abban, hogy a jaguárok rájátszásba juthatnak, még kevesebben, hogy a csoportot is megnyerhetik. Pedig megtették, mindezt úgy, hogy az elmúlt két évben egy per egyre választhattak. Azonban ehhez kellett a védelem, hiszen Dobbs fanbőjét sikerült visszavinni egy Josh Allennek a célterületre a mérkőzés végén. Mondjuk, amikor Tenehilt ilyenre tette a csapat, én már tudtam, hogy ez lesz a vége, hiszen a futás önmagában nem elég, és Willis-szel mással nem nagyon lehetett számítani. Aztán jött Joshua Dobbs, akivel nem mutatott olyan rosszul az elkapó szekció sem, így kifejezetten vártam a meccset. De pont szép focit nem láttam. Szenvedtek a csapatok, és amíg a Titansnél Henry próbálkozgatott, több futó lett, mint a meccs száma, mindössze 3,6 yardos átlag jött össze neki. A levegőben pedig megint a endek veszélyeztettek, de Dobbs interceptionje és fanbölje eldöntötte a mérkőzést, hiszen 10 pontot szerzett ezekből a Jaguars. Ahol viszont nem működött a futás, így a kezdeti Etienne próbálkozások után Lawrence elkezdett passzolni és Körköt meg is találta egy 6 pontossal. Összességében pedig Kirk 1000 yard fölé jutott, ami nem sok Jaguar elkapónak sikerült. A Jaguars a győzelemmel megnyerte a csoportot és bejutott a rájátszásba, ahol a Chargers fogadhatja. A Titans a szezon végére pedig kipukkadt, így készülhetnek a draftra. A Bills már abban a tudatban léphetett pályára, hogy első nem lehet, de a második kiemelésért még harcolni kellett, és Hamlinről is jó hírek érkeztek. Ebben a tudatban be is kezdett a csapat, hiszen a Patriots kezdőrúgása után Heinz 96 yardon keresztül vitte vissza a labdát a célterületre. De a kezdeti sokkot túlélte a Pets és sikerült kiegyenlíteni. A Bills azonban egy remek drive végén újra vezetés szerzett, de megint összejött az egyenlítés. A mérkőzés szoros volt, ám a harmadik negyedben egy field goal után, amivel a New Englandi csapat vezetés szerzett, megint jött Heinz és egy 101 yardos touchdown. Innen pedig a Bills már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. Az biztos, remek összecsapást láthattunk. És sajnos Mac Jones hiába játszott jól kettő és fél negyedig, onnantól a három interceptionje megpecsételte a csapat sorsát. De legalább Devante Parker mutatott valamit, és hat elkapással 79 yardot, de ami még fontosabb, két touchdown is szerzett. A Billsnél elem pár hatalmas dobással mutatkozott, a Dixnek dobott bomba különösen szép lett 49 yardért, és nem mellesleg touchdown-ért. De John Brown is egy 42 yardos passzal találta meg, szintén a célterületen belül. A győzelemmel a Bills elütötte a csoportriválista rájátszástól, és örömet okozhatott Hamlinnek is. A rájátszásban pedig a Dolphins csapatát fogadhatják. Míg a Patriots idénye jobban sikerült, mint sokan gondolták, az offenzen kell javítani, és a defense egybe tartani a holt szezonban. A mérkőzés, amin a Vikings akár ki is kaphatott volna, de nem tette, Azonban így is csak a harmadik kiemelést szerezte meg. A Chicagoiak pedig ezzel a vereséggel nyertek, méghozzá a drafton az első választást. Fields nem kapta meg az esét, hogy rekordot döntsön, és be sem öltözött a mérkőzésre, így Peterman kezdett a berzben. És a passzjáték vele is olyan volt, mint Fields-el. Azaz sem ilyen. A negyedik negyedben pedig lehetőséget kapott Tim Boyle, akinek két sikeres passza lett, 33 yardért és két interceptionje nem túl bíztató. Vélus Jones viszont egészen beindult a szezon végére, hiszen lett egy 42 yardos futott touchdown és ha Fields képessége fejlődik a nyáron, akkor szerintem jó célpont is lehet belőle. Amúgy szerintem nem rossz annyira ez az offense, és vannak benne lehetőségek, de kíváncsi vagyok, hogy az edzőistáb mit fog kihozni belőle a nyár folyamán. A mérkőzésre visszatérve, Cousins nem játszotta azt végig, Malens fejezte be a mérkőzést. Viszont ami talán érdekes lehet, hogy az egyik elkapó itt 100 yard fölé jutott, de nem az, akire számítanánk, hanem Osborne, és tette ezt 5 elkapással. Mellette pedig Naylor volt még keresve a labdákkal. Jefferson valamelyest pihenhetett, nem is lett meg a 2000 yard. Rájuk is fér a pihenés, hiszen bár az ellenfelük a Giants lesz, én nem írnám le a párharcot. Az NFL döntése értelmében ez a mérkőzés a Ravens szempontjából lényegtelen lett, így lehetett pihentetni, és így is tettek. A kezdő irányító így Anthony Brown lett, aki 14 pontot ajándékozott a Bengáznak, az első két negyedben dobott két interceptionjével. Az is érdekesség lehet, hogy 44 passzából mindössze 19 lett sikeres. Viszont az újonc Titan Likely nagy napot fogott ki a maga 103 elkapott jargyával, kár, hogy a touchdown nem jött össze neki. A Dobbins hiányában a futások nagy része Drake-re hárult, aki a 60 yardja mellé egy touchdown-t is szerzett. A Bengals azonban nem pihentetett és ráhajtott a második kiemelésre, de ez, mint tudjuk, nem lett meg. A futás ellen remek volt a Ravens védelem, hiszen Mixon 11 próbálkozással mindössze 27 yardot hozott össze, de a többiek sem remekeltek. Mondjuk Mixonnak ez is elég volt egy 6 pontoshoz, még szerencse, hogy vannak elkapók is, akik ebben a helyzetben segíteni tudnak, és mind Chase, mind Boyd meg is tette ezt. A győzelemmel a Bengals elkerülte a pénzfeldobást, de a rájátszásban hétvégén ugyanez a csata fog megismétlődni, viszont egy a mérkőzést komolyabban vevő baltimóri csapattal, de a híreket halván Jackson nélkül. Ezen a meccsen nem nagyon örülhettek a támadó focit szeretők, hiszen a csapatok touchdown nélkül zárták az estét. Igaz, mindkét csapatban a harmadik számú irányító játszhatott, vagy éppen hogyan is van most a sorrend a Jetsnél, de mindketten 150 yardnál megálltak. Pedig a Miami szempontjából a mérkőzés komoly téttel bírt, hiszen ha a Patriots kikap, akkor egy győzelemmel nekik tart tovább a szezon, de nem tűnt úgy, hogy ezt nagyon akarták volna. Hill és Waddle talán közösen még nem zárt ilyen rosszul, és a csapat legjobb elkapója az a Gessiki volt, akit lehet, hogy a rájátszásra tartogattak, hiszen egész évben szürke volt, de az utolsó pár meccsen folyamatosan javul. Azonban a futókra nem lehetett panasz, hiszen mind Wilson, mind Mostert 70 yardot haladt előre. Ez viszont a Jetsnél nem akart működni, hiszen összesen jött össze három futónak 38 yard, és az elkapások során is csak Gerett Wilson tudott 20 yard fölé menni, de ő 89-ig meg sem állt. Igaz, Fleckó a passzkísérletek több mint felét dobta felé, és Wilson kilenc elkapása ezekből pont annyi, mint a többieké összesen. A Jets már korábban lemondhatott a rájátszásról, de a jövő szerintem igen biztató, hiszen a fiatalok nagyon beváltak és sikeresen beépültek a csapatba. A Dolphins pedig bejutott a rájátszásba, de ott rögtön a Bills ellen kell bizonyítaniuk, és túl ez nagyon nehéz lesz. Erről a meccsről a szurkolóknak csak az fog megmaradni, hogy Foreman és Davenport egy ütésváltás után mindketten mehettek zuhanyozni a mérkőzés harmadik negyedében. Sok minden más ugyanis nem nagyon történt. Talán Darnold teljesítménye lenne kiemelhető. 15 passz kísérlet, ebből 5 sikeres, 43 yardért, 2 Interceptionnel. Hozta a régi formáját. Mégis, ha szerencsével is, de megnyerték a mérkőzést, hiszen Darnold egy háromjardos futásnál a célterület előtt elvesztette a labdát, de szerencséjére azt Michael Jordan, nem, nem az a Jordan, szerezte meg és bevitte 6 pontért. A futások amúgy is működtek valamennyire, és Hubbard és Foreman eljutott majd 70 yardig. Viszont a Saintsnél érdekesen alakult a mérkőzés, hiszen rögtön az első támadásuk során Olave touchdown szerzett, és bízhattunk benne, hogy a jó kezdés után további pontok jönnek de egy field goal se sikerült ezután, így 56 percen keresztül nem szerzett pontot a szentek csapata. Pedig Kamara az idei legjobb teljesítményét nyújtva egészen 107 yardig jutott, de a fantazi tulajok biztosan nem felejtik el neki ezt a szezont, hiszen összesen kettő touchdown sikerült neki csupán. Oláve pedig a yardjai majdnem felét a legelső támadás során szerezte, utána ő is beleszürkült az aranyszínű csapatba. A mérkőzésnek a tétje csupán annyi volt, hogy kizár a csoport második helyén, és ez így a Panthersnek jött össze, ahol mehet a fejtörés a draftot illetően. A Saints pedig lehet Winstonnal többre ment volna, de ezt már sose tudjuk meg. A Giants részéről a mérkőzésnek semmilyen jelentősége nem volt, így a kezdők nélkül vágtak neki az Eagles ellen, akiknek a konferencia első helye volt a tét. Jalen Hurts visszatérhetett, de azért nem volt annyira meggyőző, mint a sérülése előtt, és a futásai sem működtek. A teljes kezdőjét felvonultató sasoknál a Brown, Smith, Goddard trió hozta a megszokottat, de a pontok nem jöttek, általában maradt a rúgás, és a földön sem tudtak dominálni a tartalékos Giants védelem ellen, így kicsit el is bizonytalanodtam, hogy vajon ők így pihentetnek? Mert ha nem, akkor a rájátszásra ez nem lesz elég. Szerencséjükre ott volt Boston Scott, aki azért megfutott egy touchdown-t. A Giantsnél viszont eddig kevésbé vagy soha nem hallott neveket láthattunk a pályán, és egy csodát, ugyanis ami nem sikerült Daniel Jonesnak, az összejött Davis Webbnek, azaz touchdown passzolt Kenny galladay -nek. De így sem ő volt a csapat legjobb elkapója, hanem Lawrence Cager, aki 69 yardért kapott el labdákat az irányítótól. A földön pedig Brightwell és Breida kapta meg a lehetőséget és ezen játékosok is helyteltek, és szoros meccsre késztették a liga első eagles -t. A Philadelphia ezzel megszerezte a hazai pályát és a pihenőhetet, így páhajból nézve várhatja az ellenfelét. A Giants pedig megy a vikingekhez, és ott még akár meglepetést is okozhat. A Seahawksnak fontos volt a mérkőzés, ugyanis egy győzelemmel bejuthattak a rájátszásba, ám azonban az NFL egy döntéssel ezt jóval nehezebbé tette. Történt ugyanis, hogy a Packers-Lions meccset nem ezzel egy időben, hanem utána játszották, és a Seahawks győzelmével a Lionsnek már nem volt esélye a továbbjutásra, és akár el is lazázhatta volna, de erről kicsit később. Ez a mérkőzés azonban inkább arról szólt, hogy Walker vagy Akers nyújt majd jobb teljesítményt, és szerintem Akers nyerte ezt a párharcot. Ugyanis bár tíz jarddal kevesebbet futott, az a jobb lett, és még az elkapásokban is hasznosabb volt. Remélem ez a forma kitartná a jövőre is, hiszen az utóbbi pár mérkőzésen bizonyította, hogy lehet rá számítani. Viszont ez nem igaz Mayfieldre, aki itt is megmutatta, hogy cserének talán jó, de kezdőirányítónak kevés. Ráadásul az interceptionje a hosszabbításban a vereséget jelentette. Ugyanis a Rams egészen eddig nem engedte, hogy a Seahawks ünnepelhessen. Ebben szerepe volt Gino Smithnek is, hiszen ő is ajándékba adott három pontot a vendégeknek, de ő legalább a mérkőzés első passzával így volt ideje javítani. És javította is, hiszen Lakitnak kiosztott egy hat pontost. A hosszabbítás után sem nyugodhatott meg Seattle városa, és figyelhette, hogy mi történik Green Bay-ben, de szerencséjükre az oroszlánok komolyan vették a találkozót, így meglett a rájátszás, ahol a csoportrivális 49ers ellen küzdenek. A Rams pedig készülhet jövőre, és reménykedhet, hogy egy kevésbé sérülésekkel sújtott idényük lesz. Szomorú, de egy nagyjátékos utolsó mérkőzése volt ez, ugyanis JJ Watt visszavonul a szezon végeztével, de még azért erre a mérkőzésre is tartogatott valamit. Hiszen az első negyedben földre vitte Pördit, aki így az 50. irányító lett, akit Watt szekkelt. De az irányítót így sem kell sajnálni, hiszen Zsinórban a hetedik meccsét is megnyerte kezdőként. A 49ers-től megszoktuk, hogy a biztonsági játékot kedvelik, és ez megint így volt, nem nagyon volt 10 yardot meghaladó passza az újoncnak, de így is összejött 3 touchdown és 178 yard. Ebből pedig kettőt kitül vállalt, aki igazán felpörgött a szezon végére, és most minden második elkapása 6 pontot ért. Mellette pedig Christian McCaffrey kapta el Pördi harmadik touchdownját. A futásoknál viszont érdekes volt látni, hogy szinte mindenki próbálkozhatott. A legtöbbet természetesen McAfree, utána pedig Mason és Davis Price jött a sorban, és persze Elijah Mitchell is pályára léphetett, aki két labdát is a célterületig vitt. Az Arizonában Blow mellett Max is pályára léphetett, és ketten össze is hoztak három interceptiont. Talán AJ green lehet kiemelni, aki régi formáját felelevenítve három elkapással 91 yardig jutott, és mindezt megpecsételte egy 6 pontossal. Az Arizona nem lehet büszke az idényére, hiszen a harmadik választás sikerült megszerezni a drafton, és Kingsbury-t már ki is rúgták, valamint Hopkins-tól is szabadulnának. Igazuk is van, ez az újjáépítés éve lehet. A 49ers pedig megállíthatatlannak tűnik, és a rájátszás első fordulójában nem hiszem, hogy a Seahawks megfogja őket. Rodgersék egészen az utolsó 6 percig bent érezhették magukat a rájátszásban, de akkor jött egy Jamal Williams touchdown és egy Rodgers interception, ami akár a karrierje utolsó dobása is lehetett. Legalábbis elindul újra a szappan Opera, hogy mi lesz a sorsa, és többen a mez megtartását is annak gondolják, hiszen Jameson Williams elkérte tőle, de azt nem adta oda. Ami biztos, hogy a szezon végére szebb lett a mérleg, mint menet közben gondoltuk sokan, de a Seahawks szerencséjére a Lions a kiesés tudatában is bizonyítani akart. És megtette. Goff az idényben kifejezetten jó játszott, és az oroszlánok sokat köszönhetnek neki, de az utolsó meccsen inkább a biztosabb passzokat kereste, nem is jött össze a hat pontos. De szerencséjére a szezon során remeklő Jamal Williams kétszer is bejutatta a labdát a célterületre, amire a Packersnek nem volt megfelelő válasza. Az elkapásoknál pedig Swift segített be a Raymond-San Brown dúónak. Rodgersnek is volt egy remek célpontja Watson személyében, akiről elmondható, hogy a szezon vége felé, ha ő nincs, akkor a csapatnak hamarabb elszállnak az esélyei, hiszen egy újabb 100 yard feletti teljesítményt tudott nyújtani. Nagy kell, hogy a Lions a szezon elejét elszúrta, hiszen ezzel a játékkal simán tovább jutott volna, de itt is látszik a tudatos építkezés, és a Ramsnek köszönhetően ez idén is folytatódhat. A Packers pedig így a csoport harmadik helyén végzett, és a holt szezonban remélhetőleg Rodgers időben eldönti, hogy mit szeretne, úgy legalább tervezhetne a csapat. A mérkőzések után nézzük az alapszakasz utáni értékeléseket. Az alapszakaszban összesen 245 mérkőzésre tippeltem, ebből 157-et helyesen eltaláltam, így 64%-os tippontossággal zártam az alapszakaszt, ami szerintem kifejezetten jó eredmény. Ezután nézzük az EFC értékelést. A 7 bejutó csapatból ötöt is eltaláltam, valamint sikerült eltalálni, hogy a Bills és a Bengals csoportgyőzelmet szerez, amiből az előbbi nem volt meglepő, az utóbbi azonban egészen a végéig izgalmas csata volt. Nálam a Titans volt az egyik bejutó, akik az utolsó héten bukták el ezt, helyettük a Jaguars jutott be, a másik tippem azonban nagyon rosszul sikerült, ugyanis a szezon előtt én a kolcot vártam, nem csak a rájátszásba, de csoportgyőztesnek is, így ezt nagyon benéztem. Viszont a jó hír, hogy a helyette bejutó csapatot is a rájátszás környékére konkrétan a 9. helyre vártam, és csak tiebreak maradt alul nálam. A valóságban azonban bejutott a Miami, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Tua nélkül mire lesz képes a Bill szellem. Az NFC-ben rosszabbul sikerültek a tipjeim, hiszen három csapatot sem sikerült eltalálnom, de azért két csoportgyőztes tipp itt is bejött, ugyanis mind az Eagles, mind a Bucks megnyerte a csoportját. Nálam a torony magas esélyes a Rams volt, de hát tudjuk milyen szezonjuk lett, így a helyüket a 49ers vett át a valóságban. A cardinals is betippeltem a rájátszásra, de ők sem lesznek büszkék erre a szezonra, helyettük a Seahawks került be, így mondhatni legalább a csoportot eltaláltam. Azonban a Packers tip teljes mellélövés lett, és bár a legutolsó mérkőzésükig volt esély a bejutásukra, az nem jött össze, a csoportgyőzelemtől pedig nagyon messze voltak. Helyettük a meglepetésbe jutó a Giants lett, akik pár felejthető meccset tekintve, Végig magabiztosan tartották a rájátszást érő helyüket. És ezután nézzük, mit várok a rájátszástól. AFC White Card Bills Dolphins Tua nélkül esélytelen a Dolphins, és a Hamlin Faktor idén szerintem nagyon messzire repítheti a baffalójakat. Így a tippem a Billsre esett. Bengals Ravens Ez már sokkal érdekesebb párharc lehetne, de itt sem fog játszani Jackson, azonban bármi is lesz, a Bengals összeszedte magát az alapszakasz végére, és ez a forma szerintem kitart. Jaguars Chargers A Jaguárok kiharcolták a rájátszást, de a Chargers ellen megáll a tudomány, és egy szoros, de mégis sima mérkőzésen ki fognak esni. Division Round Chiefs Chargers a szezon elején itt meglepetést mondtam volna, de a Chiefs a közepesebb nevekkel is nagyon összeállt, így nem is kérdés, hogy egy tűzi játék után a konferencia döntőbe kerülnek. Bills Bengals Reméljük ezt a meccset már végigjátszák, és nem lesz hasonló sérülés soha többet. Éppen ezért a Bills 200%-ot fog nyújtani, és behúzza a meccset. AFC Championship Chiefs Bills Jöhet majd az Atlantában megrendezésre kerülő konferencia döntő, ahol a Bills végre győzni fog, és egy lépésre kerülnek majd a hőnáhított gyűrűtől. NFC White Card 49ers Seahawks. Az aranyások már kétszer megverték az idényben a halászasokat, de lehet, hogy pont most jött el a visszavágás ideje? Az biztos, hogy nagy meglepetés lenne, ami nem fog megtörténni, és Pördivel tovább jut a 49ers. Vikings Giants. A vikingek nagyon szét tudnak esni, és abban az esetben nagy vereségek szoktak lenni, míg a szoros meccseken valahogyan mindig sikerül megszerezniük a győzelmet. Azonban a Giants pihentetni tudott, és látom bennük azt, hogy meglepetést tudnak okozni. Buccaneers Cowboys A box így sem lesz büszke az idei szezonjára, hát még ha egyből kiesnek a rájátszásból. És igazából az egész évben erre tartalékoltak, így bár erős a Cowboys, de Prescottékban inkább látom a hibákat, mint a bizonyítani akaró brady -jékben. Division Round Eagles Giants Az idényben akkor is kikaptak az óriások a sasoktól, amikor nem tartalékoltak. Így szerintem ez most sem lesz másképp. 49ers Buccaneers a 49ers egy csereirányítóval is remek játékra volt képes az idényben, és lehet, hogy Garoppolo itt már játszhat is, a csapat egyben van, és a gyengélkedő Tampa sem lesz akadály. NFC Championship. Eagles 49ers. Ez itt nehéz kérdés, hiszen az Eagles igen meggyőző volt az egész szezonban, de igazán komoly védelmek ellen nem kellett játszaniuk, és éppen ezért a 49ers nagy falat lesz nekik, ahol Christian McCaffrey szinte egymaga elég lesz ellenük. És ezután nézzük, mit várok a Super Bowlba. Bills 49ers. A Bills bejut, és a Hamlin Faktor itt is segíteni fog, és hiába nagyon jó a 49ers, a Bills megnyeri a Super t A szezon előtt megpróbálkoztam a Bolt prediction és nézzük, hogy ezekből mi jött be. Első, az AFC-ben lesz csapat, amely 10 győzelemmel kiesik a rájátszásból. A 9 győzelem elég volt a rájátszáshoz, így ez messze volt. Kettő. Az NFC-ben 6 csapat is rosszabb mérleggel végez, mint az AFC 12. helyezettje. Az AFC 12-je 7 győzelemmel zárt, és csak 3-an zártak ennél rosszabb mérleggel az NFC-ben. 3. Az AFC és az NFC utolsó helyezettje ugyanazzal a mérleggel zár. Közel volt, de egy döntetlen elrontotta ezt a tippet is. 4. A Patriots csoport utolsó lett volna, ha az utolsó fordulóban a Miami nem veri meg a Jetset. Ez is közel volt, de ha a Jets nyer, akkor is harmadik lett volna a Patriots. 5. Pikit megkapta a lehetőséget a Steelers rájátszás esélyei elszálltával. A Steelers drukkerek szerencséjére a vezetőség hamarabb észbe kapott, mint gondoltam volna, így Pikit hamarabb megkapta az esélyt, és az életben is tartotta a reményeket. 6. Trevor Lawrence teljesítménye még mindig nem az elvárt lesz. Bár ingadozott a teljesítménye, azért csak rájátszásba vezette a csapatát, így szerintem ez is mondható egy hibás tippnek. Azért azt kielenthetjük, hogy nem volt ez elsőre olyan rossz, de majd jövőre. A szezon végével megvan a draft sorrend első 18 helyezetje, de én csak tizet tippeltem meg, így ezeket nézzük meg. A Texans draft helyét telibe találtam, és a Bears top 3-as is bejött, viszont ezen kívül csak a Panthers és a Falcons került be tényleg a top 10-be. A Panthers 9. helyen nálam 8. lett, a Falcons a 8. helyen, ám ők nálam az 1 per 1 vitték. Egy közeli, és egy messzi tipp. Azonban nem számoltam a Jaguars, a Seahawks, és főleg a Giants ilyen jó szezonjával, így ezek elég messze álltak a valóságtól. Azért szerintem ez sem rossz eredmény egy laikustól, aki hobbi szinten követi a sportágot. De kérlek, írjátok meg erről a véleményeteket a videó alatti kommentekbe. Köszönöm, hogy megnézted a videót, és köszönöm az egész alapszakasz alatti figyelmet, de a szezon nem ért véget, ahogyan a videók is jönni fognak a rájátszás előre haladtával. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a rájátszás videókról, valamint, mint már említettem, jönnek majd mogdraftok, jönnek draft tippek, és természetesen a fantaziba is belemélyedünk a nyár folyamán. Sziasztok!